Évről évre kevesebb gyerek születik Magyarországon, egyre kevesebben vállalkoznak a házasságra, és magas a vállások száma. A kormány az új adótörvényektől várja, hogy megnőjön a gyerekvállalási kedv. Jól jár, aki most köt először házasságot, a gyed és gyes mellett már dolgozni is lehet, és támogatást igényelhet az is, aki például egyetemre jár és úgy vállal gyereket. Péterfi Judit vette sorra a kedvezményeket és juttatásokat. Nagy mértékben átalakítja a családok életét a múlt héten elfogadott új adócsomag. A friss házasok jól járnak, nő a családi adókedvezmény, változik az anyassági támogatás, a gyes, a gyed, a gyed extra, de mutatom azt is, mit jelent számokban a gyed, illetve hogy kinek mennyi családi pótlék jár. Számoltunk, mutatom az eredményt. Az első házasok kedvezménye ebben az esetben havi 5000 forint két évig. Az, ami adókedvezményként igénybe vehető, elegendő, ha az ifjú párnak csak az egyik fele első házas. Vagyis maximum 120 ezer forintot kaphat az ifjú pár adókedvezmény gyanánt, de ez a kedvezmény legfeljebb az első terhesség harmadik hónapjáig jár. Akkor jön a baba, akkor jön a családi adókedvezmény. Egy és két gyerek esetében havi 10 ezer forintos adókedvezményt jelent, illetve harmadik gyereknél havi 33 ezer forintos kedvezményt jelent. Ebben lesz változás, okozatosan növekszik ennek a mértéke, 2016-ban 5 ezer forinttal, és aztán évről évre fokozatosan, úgyhogy 4 év alatt ez a duplájára fog nőni. Ez megosztható a szülők között, úgyhogy a lehető legtöbb pénzt spórolják meg. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint havonta átlagosan 16.500 forintot takaríthatnak meg így a családok. A gyerek születése után jön az anyasági támogatás. Ez az érvényes öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének 225%-a, vagyis 64.125 forint jelenleg. Terhességi gyermekágyi segély jár annak a kismamának, aki a szülést megelőző két év alatt legalább 365 napon át volt biztosított. Vagy addig kell szülnie, amíg van érvényes társadalom biztosítása, vagy pedig az azt követő 42 napon belül. Az összege a napi átlagkeresetünk 70%-a és 168 napon keresztül jár. A gyed az a gyerek két éves koráig jár, és maximum 142.100 forint adható ezen a címen. Ezek után pedig jöhet a gyermekgondozási segély, a gyes. Ettől az évtől már dolgozni is lehet mellette. Maximum 28.500 forintot jelent. Extra jövedelem, azaz gyet jár azoknak, akiknek három vagy annál több kiskorú gyermeke van. Ez addig jár, míg a legkisebb gyermek 3 és 8 éves kor közötti. És szintén 28.500 forintot jelent havonta. A családi pótlék alapesetben 12.200 forint gyermekenként, maximum mértéke 25.900 forint gyermekenként. Ezt a gyerek 20 éves koráig kaphatja, feltéve, ha iskola látogatottsága megvan, illetve kiterjesztik ez arra az esetre is 2015-től, amikor óvoda látogatottságot is előírnak már. A kormány reménykedik a gyerekvállalási kedv megerősödésében, de ezek a kedvezmények és juttatások önmagukban biztosan nem lesznek elegendőek ehhez. Péterfi Judit, Hír 24.